Szekszárdi Szent József Katolikus Iskola diákjai hálát adtak az idei bőséges termésért. Az intézmény hagyományteremtő szándékkal őszi projekthetet tartott, ahol a gyerekek megismerkedhettek az őszi terményekkel és azok betakarításának folyamatával. A héten ez egy projekthét volt, az Erntedankfestről szólt, ami egy német ünnep, vagy egy hagyomány, ami egy ilyen háladási ünnep, ami tulajdonképpen a termények betakarításáról szól, és az iskolában is ezt megünnepeltük. Nagyné Szegő Bettina mind a négy gyermeke ebbe az intézménybe jár. Azt mondja, nagy élmény volt látni a gyerekek arcát, amikor kipróbálhatták az ásást és az üvegházi munkálatokat. Ez az új kezdeményezés, ez nagyon-nagyon tetszik nekünk is. Azért is látom fontosnak, is volt nagy élmény nekik, mert sokan vannak városiak az osztályokban, akik nem nagyon találkoznak azzal, hogy hogyan is kerül a mi asztalunkra az a sok finom étel, zöldség, gyümölcs, amit elfogyasztunk. Fodor Mihályné igazgató elmondta, egész héten az iskola összes diákja minden tantárgy keretében valamilyen formában megismerkedett vagy dolgozott az őszi betakarítás témájában. Az alsó tagozatosok nagyon-nagyon sok kézműves dolgot készítettek, a bejáratunkat gyönyörűen feldíszítették. Ez folyamatos munka volt másfél héten keresztül. Aztán a felső tagozatosok, akik már könnyebben hajlottak az iskolán kívüli tevékenységre, ők pedig a hét folyamán külső helyszíneken ismerkedtek a valóságos betakarítással, a munkával. Az iskola udvarán a gyerekek kipróbálhatták, hogy milyen szőlőt préselni vagy kukoricát morzsolni, és megnézhették, hogy régen milyen eszközökkel takarították be a terményeket. Mindezeket a szervezők játékos feladatok köré építették. A szülői munkaközösség tagjai az udvaron paprikás krumplit főztek, és a hálaadási ünnepség után táncházat tartottak.